Továbbra sincs fertőzés gyanús eset a Kanizsai Dorottya kórház ellátási területén, hangzott el a polgármester mai videó tájékoztatójában. Balog László elmondta, a kórházban kialakított egykapus rendszer jól működik, a védőfelszerelések utánpótlása zavartalan, az állami készletek folyamatosan érkeznek az intézménybe. A polgármester továbbra is arra kéri az időseket, maradjanak otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára, ne kelljen elhagyniuk a lakást. Az ellátásban nem csak az önkormányzat és a civil szervezetek nyújthatnak segítséget, hanem a városvezető a fiatalokra is számít.